Bolygónkat egyre nagyobb mennyiségű hulladék borítja el, amitől megszabadulni nem csak költséges, hanem környezetszennyező folyamat is. Az egyik legeredményesebb és egyben leginkább környezetbarát megoldás a hulladékok eltüntetésére az újrahasznosítás. A szelektív hulladékgyűjtés azért is fontos, mert nagy mennyiségű szemetet tudunk újrahasznosítani. A folyamat során a szemetet nem csak egyszerűen a kukába dobjuk, hanem az anyaguk fajtája szerint különítjük el. A háztartásokban különböző termékek és azok csomagolása válik hulladékká, melynek nagy része alkalmas újrahasznosításra, így lehetővé tehetjük ismételt feldolgozásukat. Napjainkban egyre több kihelyezett konténer áll rendelkezésünkre, amelyek abban segítenek, hogy védjük környezetünket. A szemetet több csoportba is lehet rendezni, a legismertebbek a papír, az üveg, a műanyag és a fém kategória. A papír csoportba tartoznak az újságok, a kartondoboz, a hullámpapír, a szórólap, a könyvek, az üdítős dobozok és a csomagoló papír. A fém osztályba a fém csomagolási hulladékok, mint az üdítős, energiaitalos és alkoholos italos dobozok, valamint a konzervdobozok. A műanyag kategóriába sorolhatóak az üdítős és ásványvizes flakonok, a PP, HDPE flakonok, kozmetikai mosószeres és így tovább flakonok a szatyor és zacskó, továbbá a több rétegű italos karton. A negyedik csoportba sorolhatóak a tiszta, ép vagy törött, fehér és színes, zöld, barna, fekete, sárga, italos üveghulladék és a befőttes üveg.